Az entaiak jelenleg ide a Kékmedencére tudnak lejárni fürdőzni, ahol itt a hátam mögött körülbelül 200-300 ember tartózkodik. A csúcsidő azonban a késő délutáni órákban érkezik el, amikor 600 fölé is kúszhat ez a szám. A tavaly felújított zentai medence már sokkal rendezettebb környezetben várja a szórakozni és a pihenni vágyókat. A fiatalok mellett a családosok körében is népszerű a fürdőhely. Ez természetesen a kiváló időnek is köszönhető, ezért az elkövetkező napokban is sok embert várnak, mondta Baranyi Nándor, a Tisza mentőcsapat koordinátora, aki az úszoda mesteri feladatokat látja a zentán. Másik fontos eltényező az, hogy a Tiszán még mindig nem biztonságos a fürdőzés, ezért azok a személyek is a medencére jönnek el, akik egyébként a Tiszára mennének. Csak nem egész júniusban az erős sodrás és a magas vízállás jellemezte a Tiszát, így a zentaiak körében népszerű úgynevezett csókai oldal vadstrandjának jelentős része is víz alatt volt. Ez a szakemberek szerint július második felére változhat, addig viszont a zentai és a környékbeli medencék felkeresését ajánlják.